A létszámbővítéssel teljesen ki tudta elégíteni a város igényeit Félegyháza önkormányzata. A Dankó Pista utcai bölcsöde 74 férőhelyel kezdte meg a 2014-2015-ös nevelési évet, ez a tagintézmény teljesen megtelt. A Darvastéri bölcsöde 79 férőhelyen rendelkezik, itt még van néhány szabad hely. Az átépítési munkálatok költségeit a képviselőtestület hagyta jóvá. A megemelt férőhelyek megemelt dolgozói létszámot tettek szükségessé, 4 gyermeknevelőnek biztosít munkát az önkormányzat. A személyi feltételek javításával a Darvastéri bölcsödében játszócsoportot alakíthatnak ki, a Dankó Pista utcai bölcsöde pedig időszakos gyermekfelügyeletet is vállal. Sikerült megoldanunk azt, hogy újabb 30 fővel bővülhetett Kiskunfélegyházán a bölcsödei ellátás száma. Így a Dankó Pista utcai bölcsödében 74, a Darvas téren lévő bölcsödébe pedig 79 bölcsödést tudunk ellátni. Ez azt jelenti, hogy most már 153 bölcsödei ellátó helyet sikerült Kiskunfélegyházán kialakítani, ami jelen pillanatban azt jelenti, hogy a Dankó Pista utcai bölcsöde teljesen megtelt, a Darvastéri bölcsödében 2-3 hely van még szabadon, de minden gyermeket 2014. szeptemberében el tudtunk látni a bölcsödei ellátásban. A Darvastéri bölcsöde férőhely bővítését a csoportszobák területének módosításával oldották meg, így nyílt lehetőség arra, hogy 14 gyermekkel emelkedjen a létszám. A Dankó Pista utcai bölcsödében 60 négyzetméteres területen alakítottak ki 2 szobát. Az új nevelők foglalkoztatását jogszabályváltozások tették lehetővé az önkormányzat számára. Ez elsősorban a jogszabályok által előírt szakmai minimum feltételek megteremtését hivatott biztosítani. Mindkét intézmény vonatkozásában 2-2 kisgyermeknevelő került felvételre, és természetesen ennek a költségvetési vonzatát elsősorban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által biztosított, a befogadó nyilatkozat által biztosított állami normatíva, illetőleg a város költségvetése biztosítja. A sajtótájékoztatón további felújításokat is bejelentett Lajkó Norbert aljegyző. Már elkezdődött a szakmai tervek kidolgozása annak érdekében, hogy a Petőfi Sándor általános iskola földszintjén 30 férőhelyes bölcsödei ellátás induljon. Az önkormányzat abban bízik, hogy a következő nevelési évben tovább emelkedik a beiratkozó gyermekek száma, ezért lenne indokolt a fejlesztés. Emellett a tagintézmények infrastruktúrájának bővítését és javítását is vizsgálja a város önkormányzata.